Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács augusztus 24-i Hétközben című magazin műsorát látják. Adásunk elején jöjjön rövid képes ajánlónk. Sikeres magyar-horvát projekt, határon átnyúló gazdasági együttműködés. Közös értékek, jubiláló partnerek, testvérvárosi konferencia a nemzeti ünnepen. Mohács is megemlékezett az államalapításról, ünnepi testületi ülés díjátadóval. Ünnepi szentmise és kenyérszentelés a fogadalmi templomban. Jelentős pályázati sikert könyvelhetett el tavaly horvátországi partnerével egyetemben egy mohácsi vállalkozás. Az idén 25. születésnapját ünneplő Moimpex Kft. Az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól elnyert forrásokból jelentős mértékben bővíthette gép- és eszközparkját. Az innovatív csiszolóanyagokat gyártó koprivnicai és itteni cég a folyamatos termékfejlesztés mellett a külföldi piacokon is szeretne tovább terjeszkedni. Az Európai Unió interregionális együttműködési operatív programja mintegy másfél évtizedes múltra tekint vissza. Célja, hogy növelje a regionális fejlesztési politikák hatékonyságát, továbbá, hogy a régiók közi együttműködésen keresztül hozzájáruljon az innováció, a tudásalapú gazdaság, a környezetvédelem és egyéb területeken a kontinens gazdasági modernizációjához és növekvő versenyképességéhez. Ehhez számos alprogram kapcsolódik, többek között az angol rövidítésű BeLight projekt, amely az Interreg VA Magyarország-Horvátország együttműködési program 2014-2020 keretein belül teszi lehetővé a két ország határmenti települései működő kis- és középvállalkozások együttműködésének finanszírozását. A horvátországi koprovnicai Pobis Kft. És a mohácsi székhelyű Moimpex Kft. 2021. júniusában kezdte meg partneri együttműködését, idei augusztusi zárórendezvényükön pedig már eredményekről is beszámolhattak. Moimpex az 1997-ben alakult, mint BT, most már mint Kft. Működik, és akkor egy fővel indult. Most tulajdonképpen négy fővel dolgozunk, és hát a tevékenység körünkben tulajdonképpen több minden tartozik, de elsősorban a faiparban dolgozunk, faipari technológiával, faipari alapanyagokkal, de voltak más tevékenységi köreink is, amit a 25 év alatt elvégeztünk. Hol tart ma a vállalkozás, és hogy az előbb mondta, hogy négy fővel dolgoznak tovább, tervezik egyébként a továbbfejlesztést, a bővítést? Hát most ugye van egy jelenleg is futó aktuális BeLight projektünk, ami nem sokára zárul, és hát a további tervekben gondolkodunk további fejlesztéseken is, de előbb szeretnénk ezt a projektet lezárni, illetve a mindennapos dolgainkat ellátni. Az elnyert uniós forrásokból milyen fejlesztéseket hajtottak végre? Az elnyert uniós forrásokból tulajdonképpen, ugye, mert itten a partnercégünk a kaproncai Pobis, a horvát cég, ők gépeket, berendezéseket vásárolták magához a csiszolóanyagok gyártásához. Mi tulajdonképpen mi is gépet, illetve raktári berendezéseket vásároltunk, illetve nálunk a beruházásnak az egy része az tulajdonképpen promóció marketing felé irányult, úgyhogy most már holnap megyünk is Szlovéniába egy kiállításra, úgyhogy tulajdonképpen meg a piackutatásra irányult elég egy jelentősebb összeg. A nyertes projekt révén milyen közös célokat igyekeznek megvalósítani horvát partnerükkel, a Pobis céggel? Hát a projekt célja az a csiszolóanyagok fejlesztésre, tervezése, gyártása, a faipar, a fémipar, az autóipar és minden más ipar részére, ahol csiszolnak. És a új csiszolóanyagoknak a fejlesztése az volt az alapvető cél ebben a projektben. Mit lehet elmondani a további partneri körükről? Milyen cégek, vállalkozások tesztelik, illetve vásárolják, használják az önök innovatív csiszolóanyagait? A tesztelések azok tulajdonképpen eddig a Magyarországon, illetve Horvátországban történtek meg, illetve Bosznia és Szerbia területe az, ami érintett most ezen a projekten belül. Úgyhogy itten mondhatjuk azt, hogy a faiparban vezető cégek is tesztelték, illetve
megfelelő visszajelzéseket kaptunk a termékekről, akár Horvátországban, akár Magyarországon. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy jó lehetőségeink lesznek a további együttműködésre is ezekkel a cégekkel. Azon kívül, a faiparon kívül természetesen elvégeztünk teszteléseket a fémiparban, illetve az autóiparnak bedolgozó cégeknél is. És őtőlük milyen visszajelzéseket kaptak? Azt mondhatom, hogy nyitottak az együttműködésre, és vannak pozitív visszajelzések. Kérem, mutassa be az ön cégét, a Pobis céget. Dobar dan, prije svega pozdravljam sve. Ja sam Boris Poljak, direktor sam i vlasnik firme Pobis iz Koprivnice iz Hrvatske. Több mint 6 éve működünk. Vevőink száma meghaladja 3000-et, 17 ezernél is több termék található a kínálatunkban. 9 főt foglalkoztató cégünk tavaly fejezte be első nagy beruházását, egy csarnok építését az új gyártósor részére. A beruházás több mint 500 000 euróba került, és a célunk az volt, hogy növeljük a versenyképességünket, javítsuk a minőséget, és így első osztályú termékeket tudjunk kínálni a vevőinknek. Az eddigi együttműködést hogyan értékeli a Mohácsi céggel? A Moimpexel és Fehér Tiborral 1-2 éve kezdtük el az együttműködést, azzal a céllal, hogy fejlesszük a nemzetközi kooperációt, és az új, nagyobb gyártási kapacitásunk lefedése érdekében bővítsük a külsős piacokat. A Moimpex már hosszú évek óta tevékenykedik, elsősorban a faiparban, ahol jelentős ismeretségi kört alakított ki. Mindez számunkra nagy segítség volt, főleg a B-Light projektünk megvalósításában, a látókörünk szélesítésében, hogy hol tudjuk bevezetni és értékesíteni az új termékeinket. A Moimpexel kitűnő az együttműködésünk, és azon dolgozunk, hogy minél jobb piaci pozíciókat érjünk el a faiparban, de minden más iparágban is, ahol e pillanatban jelen vagyunk. A közös pályázati siker milyen további táblatokat jelenthet a vállalkozás partneri kapcsolatában? A mi együttműködésünk jól indult, és ezt szeretnénk a jövőben is folytatni. Szeretnénk tovább terjeszkedni a piacokon, és kihasználni a teljes gyártási kapacitást, de számunkra legalább annyira fontos az is, hogy részesei lehetünk, ha kis részben is, a horvát-magyar gazdasági partnerség fejlődésének. Mohács életében évtizedek óta kiemelt jelentőséggel bír a partnervárosi kapcsolatok ápolása. Erre és a Mohács Aranyosgyéres közti együttműködés 30. évfordulójára tekintettel önkormányzatunk nemrég úgy határozott, testvérvárosi konferenciát szervez nemzeti ünnepünkhöz, augusztus 20-ához kapcsolódóan. A franciaországi Waterloo, a horvátországi Filipi Jakov, a lengyelországi Szimjana Viceszlaszki, a németországi Bensheim, továbbá a romániai Aranyosgyéres, és természetesen Mohács vezetői, képviselői egyaránt helyet foglaltak e nap délelőttjén a Városháza dísztermében, hogy elmondják gondolataikat a partnerségről, az együttműködés sokszínű múltjáról, jelenéről, lehetséges jövőjéről, és arról is, hogy megítélésük szerint a kapcsolatok mi mindennek gazdagítják az érintett szereplőket és az európaiságot. Az ünnepség nyitányaként az Európa himnuszt hallhattuk, majd Pávkovics Gábor polgármester köszöntötte a vendégeket, és mondta el beszédét. Márgó!
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Amint azt bizonyára tudják, a mai konferenciánk apropója a 30 éves testvérvárosi partnerség Aranyos Gyéressel, és ha még két év csúszással is, de a pandémia ellenére sikerült megünnepelnünk ezt a jelentős eseményt, és ezért vagyunk ezen a konferencián. Hozzáteszem, hogy időközben 30 éves lett a Mohács-Vatrelói Baláti kör, a német testvérvárosunkkal pedig 35 évvel ezelőtt írtuk alá a testvérvárosi szerződést. Engedjék meg, hogy beszédemben azonban elsősorban az Aranyos-Gyéres Mohács testvérvárosi kapcsolatra fókuszáljak, miközben meg kell jegyeznem, hogy nagy boldogság számomra, hogy ennyi delegáció és ennyi vendég eleget tudott tenni meghívásunknak. Ezekben az időkben különös súlya és üzenete van annak, hogy itt és most együtt tudunk ünnepelni. A kerek évfordulók mindig kiváló alkalmat szolgáltatnak arra, hogy kicsit megálljunk és mérleget készítsünk az eltelt időszakról. Ha Aranyos-Gyéres-Mohács testvérvárosi kapcsolatra gondolok, elmondhatom, hogy a mérleg egyértelműen pozitív, sőt a két ország viszonylatában is figyelemre méltó. Sokszor felidéztük már, viszont érdemes újra és újra elmondani, hogy ez a partnerség nagyon nehéz időszakban kapott hivatalos kereteket, de úgy vélem, hogy ettől szép és annyira értékes ez a közös történet. 1980 és 90-es évek fordulóján Európának ezen a részén úgynevezett keleti blokkban jelentős politikai és társadalmi változások zajlottak, hol szolidabban, hol pedig földrengésszerűbben. Szerencsére ezek a viharos idők minket egymás felé sodortak, és nem még távolabb egymástól. Több mint 30 évvel ezelőtt talán voltak, akik magyar oldalon feltették ezt a kérdést, hogy miért éppen egy román testvérváros. És bizonyára Romániában is akadtak, akik így kérdezték, miért éppen egy magyar. A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk, mert összetartozunk. Összefogva sikeresebbek, boldogabbak lehetünk, mint külön-külön, ha komolyan így is szeretnénk. Nekem semmi kétségem afelől, hogy aranyos-gyéresiekben épp úgy megvan az a szándék, az akarat, mint a mohácsiakban. Erre a szilárd bizonyíték, hogy elmúlt három évtized, ne feledkezzünk meg a társadalmi különbségekről, a baráti körökről, melyek tevékenysége elengedhetetlen egy ideálisan működő testvérvárosi kapcsolat esetében. Örömmel mondom, hogy ezen a téren sem lehet okunk panaszra. De ha már a szándékról, az akaratról ejtettem néhány szót, azt hiszem, az egyes delegációk itt léte felér egy-egy szándéknyilatkozattal a folytatás mellett. Román, német, horvát, francia és lengyel barátaink látogatása nagyon értékes gesztus. De szeretettel és tiszteletre gondolunk azokra is, akik ma elfoglaltságuk miatt nem tudtak velünk ünnepelni. Felesleges tagadni, hogy vannak viták arról, hogy Európának hogyan kellene kinéznie, merre kellene haladnia. Alakuljon azonban bárhogy is egy csodálatos kontinens sorsa, a testvérvárosi eszméknek élni kell, mert ezek a kapcsolatok higgadsággal, közvetlenségükkel több esetben az úgynevezett nagy politikának is példát tudnak mutatni. A kényszerű pandémiás csend után remélem újra intenzívebben tarthatjuk a kapcsolatainkat, megérett az idő, hogy közösen olyan új projektekről gondolkodjunk, amelyekkel még szorosabbra fűzhetjük, még tartalmasabbá tehetjük partnerségünket. A partnerséget, amely embertől emberig immunissá tesz mindenféle negatív külső hatásra szemben. Thank you.
Egy erősebb és magabiztosabb Európát kell közösen felépítenünk, hangsúlyozta többek között Waterloo alpolgármestere Catherine Osson. A mindannyiunk által átélt járvány a világon mindenütt nagy hatással volt az utazásokra. A partneri kapcsolatokban is hosszú szünetek alakultak ki, melyeknek végre véget vethetünk. Minden eddiginél jobban kell szorgalmaznunk az emberek közötti baráti kötelékeket, miközben Európa kapujában háború fenyeget. Kontinensünk még mindig az egyik utolsó hely a Földön, ahol mindannyian együtt valljuk az emberiség, a jog, a szabadság, az igazság szolgáltatás fogalmát. Ma minden eddiginél nagyobb szükségünk van Európára. A világnak szüksége van Európára, még akkor is, ha az amerikaiak és Putyin nem értenek egyet ezzel. Bármi, ami gyengíteni Európát, vagy ami még rosszabb, elpusztítaná, egyfajta politikai és történelmi öngyilkosság lenne számunkra, európaiak számára. Fontos, hogy mi, Európa úttörői, birtokoljuk az első energiát, az újjászületés erejét. Az alapítók generációja a béke, a szabadság és a jólét teljesen új szinterét építette fel. A következő korosztály hagyta növegedni ezt az Európát, bár néha tévutakra vitték vagy hibáztak. Jó magam, e válságokkal terhes időben abban hiszek, hogy újjáépítjük Európát, anélkül, hogy azokra hagynánk a kontinens kritikáját, akik utálják. Kritizálják Európát azok, akik szeretik, annak érdekében, hogy újjáépítsék, javítsák, jobbá tegyék, hogy Európa erősebben és magabiztosabban újjászülethessen. Meg kell találnunk a remény energiáját, amellyel Európában egyesek a háború után rendelkeztek, azért, hogy nagyszerű történelmet írhassunk, szebbet, mint az övéké. Mi Waterlooban és önök Mohácson tudjuk, mit jelent a béke Európa számára. A békét a világban mindig el lehet érni vagy fenntartani, nekünk pedig hinni kell ebben. Partner kapcsolataink olyan ajtók nyitásának eszközei, amelyek lehetővé teszik az emberi érzések növekedését. A barátság, a bizalom és mindenek előtt a kölcsönös tisztelet nem fél attól a szép szótól sem, hogy testvériség. Ezért szeretném őszinte és hálás köszönetemet kifejezni azoknak, akik életre keltik partneri kapcsolatunkat, mindazoknak, akik baráti kapcsolatot alakítanak ki a két város között. Éljen az emberek közötti barátság. Éljen Mohács, éljen Waterloo, éljen a baráti Európa. Az eddig is értékes kapcsolatokat a jövőben további területekre szükséges kiterjesztenünk. Ezek már a horvát Zorán Pelicaric gondolatai voltak. A hivatalosan 2014 óta létező partneri kapcsolatokon belül a Sveti Filipi Jakov és Mohács városa közötti testvérvárosi szerződés alapján az alábbi területek kívánnak előrelépéseket. Gazdaságfejlesztés, együttműködés az Európai Unió projektjeiben, továbbá partnerség a kultúra, a turisztika, a sport, az oktatás és a mezőgazdaság terén. Mindkét kontraktus
A kiváló együttműködés és kommunikáció nagyban köszönhető néhai Szekó József és Zorán Pelicarics jelenlegi polgármesternek. A városvezető így folytatta. Az együttműködés magában foglalja az önkormányzat, az oktatás és a civil egyesületek képviselőinek tapasztalatcseréjét is. A már az ókorban is lakott Szveti Filip Ijakov fejlődése a természeti értékeken és lenyűgöző környezetén alapul. Az Adriaparti városban igen jelentősek az idegenforgalommal rejlő lehetőségek. A turisztikai kínálatban például egyre nagyobb szerepet kap a vitorlázás. A hagyományok megőrzése érdekében számos kulturális, művészeti és egyéb egyesület alakult, melyek a régi énekeken, népviseleteken és táncokon keresztül adják át ezeket az értékeket a következő nemzedéknek, ugyanakkor az ide látogatókat is megismertetik a kincsekkel, a helyi történelemmel és identitással. A táncaink közül kiemelkedik az úgynevezett némakóló, amely az egymásra találó és házasságra lépő fiatalokat köti össze. Ma is számos hagyományt ápolunk, különösen az egyházi vonatkozásúakat, melyekről jó néhány könyv íródott, és gazdag fényképtárral is büszkélkedhetünk. A néptánc együttesek és énekkarok a dalokon és táncokon keresztül mesélnek a múltról, olykor a történelem viharairól, a török hódoltságról, a háborúk megpróbáltatásairól, és persze megmutatják egyedi vonásainkat, értékeinket is, a tradicionális foglalkozásokat, mint például a szőlészet, a halászat, a mezőgazdaság, az állattartás, és így tovább. A régi idők emlékeit és szép hagyományainkat sokszínű gasztronómiánk is híven őrzi. Az itteni, hagyományos ételeket rendezvényeinken is kínáljuk, a Filip Ijakovi asszonyok remek szakácsok. Így módon a tradíció nem merül feledésbe, és egyben megőrzi ennek a vidéknek az identitását is. Thank you.
Számos további kezdeményezés lapul még a tarsolyunkban, a jövőbeni együttműködésre nézve. Derült ki a lengyel Adam Cebula hozzászólásából. 1994. május 12-én két város, Szimenevice Szlaszki és Mohács akkori polgármesterei, Piotr Madeja és Kuti István írták alá az együttműködési szándéknyilatkozatot. 1994. május 12-én két város, Szimenevice Szlaszki és Mohács akkori polgármesterei, Piotr Madeja és Kuti István írták alá az együttműködési szándéknyilatkozatot. 5 évvel később, májusban már a hivatalos partnervárosi megállapodás látta el kézjegyével a két akkori polgármester, Henrik Rozsek és Szekó József. A 99-ben született megállapodás a kultúra, az oktatás, a sport, az idegenforgalom, a gazdaság és az önkormányzat területeire vonatkozott. Emellett néhány más szférában ugyancsak zajlott érdemi együttműködés. Például Mohácssal hivatalnokokat cseréltünk, a két város szakemberei kölcsönösen tanulmányozták egymásnál a polgármesteri hivatal működését, a település irányítás és fenntartás feladatainak ellátását. Érdemes megemlítenünk a szimjanovicei és mohácsi tűzoltóság kooperációját. Fontos események voltak a környezetvédelmi és társadalmi tematikájú szemináriumok. A sokrétű együttműködésnek hála jobban megismerhetjük egymás kultúráját és szokásait, ami lehetővé teszi nem csak megismerni a köztünk lévő különbségeket, de megtalálni, felismerni azt is, ami közös és összeköt minket. A közös munkálkodásnak köszönhetően ez idő alatt több száz szimjanovicei és mohácsi diák felnőtt vett részt a partnervárosi kapcsolatokban. Különösen gyümölcsöző együttműködés folyik az oktatás terén. Ennek jó példája a mohácsi Kisfaludi Gimnázium és a szimjanovicei Meritum középiskola közötti barátság. A diákcsere, a pedagógusok találkozása immár 16 éves múltra tekint vissza. Ezen kívül képzőművészeti csoportok, zenei és táncegyüttesek jöttek és mentek innen-oda, onnan-ide, melyek tagjai, képviselői számos képzőművészeti és sportversenyen, rendezvényen, fesztiválon, festészeti alkotótáborban vettek részt közösen. Városunk vezetése nem titkolja, többféle kezdeményezést is tervez annak érdekében, hogy a kapcsolatokat még szorosabbá és sokszínűbbé tegye. No!
freue mich sehr über dieses persönliche Treffen hier und heute vor Ort in Mohács. A testvérvárosi kapcsolatok fókuszában a barátság áll, ami közös bennünk, és nem az, ami elválaszt. Egymással beszélünk, és nem egymásról. A testvérvárosi kapcsolatokban érezhető az a pozitív energia, amely hidak ápolása és megerősítése során keletkezik. Az eddigi évtizedek alatt olyan kapcsolatok alakultak ki városaink között, amelyek napjainkban értékesebbek, mint korábban bármikor. Ma tudatosulhat bennünk, hogy a köztünk lévő pozitív kapcsolatok nem magától értetődőek. Másrészt azt is nyomasztó megélni, milyen nagy centrifugális erők mozognak napjainkban a sokat emlegetett Európában, és milyen nehéz egységet kialakítani. A tény, hogy európai földön háborút is meg kell élnünk, egy olyan nincstelen fejlemény, amely senki gondolataiban nem szerepelt, amely váratlanul ért minket, és amelyet biztosan mindenki másként kívánt volna. Nagyon optimistává tesz, ha a városaink közötti, országhatárokon átívelő testvérvárosi kapcsolatra tekintek. A sok éves hű testvérkapcsolatok olyan kereteket hoznak létre, amely megengedi azt is, hogy különféle politikai témákat különböző szemszögből és különböző nézetből is tárgyalhassunk. Egy több évtized alatt kialakult baráti viszonynak ezt is ki kell állnia. Nagyon bízom abban, hogy ez is sikerül nekünk. Hatalmas kihívások előtt állunk mindnyájan. Klímavédelem, az emberi jogok védelme, a véleményalkotás szabadsága, a béke. Csak együtt tudunk előrelépést tenni, ki kell állnunk ezekért az értékekért és célokért. A német-magyar kapcsolat Bensheim és Mohács között hosszú fejlődés eredménye és biztos alapokon áll. Tegyünk meg közösen mindent annak érdekében, hogy kapcsolatunk a jövőben is ilyen legyen. Mindkét oldalon sok lelkes ember dolgozik a köztünk lévő jó viszonyon. Nekik szeretnék köszönetet mondani. Építsük közösen nagy házunkat, Európát, hogy stabil legyen, és az aktuális krízis helyzeteket is jól átvészelje. Nem csak a múltunk, a jövőnk is közös az Európai Unió csillagai alatt. Emelte ki aranyos gyeres első embere, Dorin Nicolae Lozsigán. E 30 éves partnerség akkor kezdődött, amikor a kommunizmus évtizedei után országainkban felvirradt a szabadság hajnala. Örömmel küldöm legőszintébb és legmelegebb gratulációmat Magyarország nemzeti ünnepe alkalmából egy olyan országnak, amelyen Romániának közös jelene és jövője van az Európai Unió csillagai alatt. Az erdélyi románok, a romániai és magyarországi magyarok között annyi hasonlóság van, a gasztronómiától kezdve a kultúrán, az irodalmon, a zenén és a népművészeti hagyományokon át, hogy ezek az adottságok nem hagyják elfelejteni, honnan származunk. Gyakorlatilag Románia összes szomszédja közül a magyarokkal van a legtöbb közös vonásunk, és ez a két nemzet sokszínű folklórjában is tetten érhető. Ami a két település közötti testvérvárosi kapcsolatok folytatását illeti, meggyőződésem, hogy mindkét helyen rendelkezünk az ehhez szükséges akarattal és erőforrásokkal. Örülök, hogy Mohács polgármesterei mindig olyan emblematikus személyek, akik rendkívüli módon képesek a gazdaság fejlesztésére, és akik több ágazatban is szép és fenntartható projekteket tudtak és tudnak létrehozni. Öröm látni és megélni, hogy a COVID-19 járvány
Az észak-kelet-európai háborús zűrzavar és minden nehézség ellenére a városaink közötti barátság változatlanul élénk. Meggyőződésem, hogy nem állunk meg itt, és a jövőben új projekteket fogunk kidolgozni kulturális, sport és közigazgatási területeken egyaránt. Boldog születésnapot minden magyarnak, mondta végezetül Dorin Nikolae Lozsigán. Zárszavában Pávkovics Gábor meleg szavakkal mondott köszönetet valamennyi résztvevőnek értékes, időszerű gondolataiért, jövőbe mutató, a konferencia színvonalát emelő, további megfontolásra érdemes beszédéért. A hagyományokhoz híven több rendezvény egymásba fűzésével tisztelgett városunk az államalapítás és Szent István király emléke előtt augusztus 20-án. A programsorozat a kitüntetési díszünnepséggel vette kezdetét a Városháza nagytermében. Tradíció, hogy önkormányzatunk e napon illeti elismerése azokat, akik munkájukkal, tevékenységükkel, a közösséget gazdagító szerepvállalásukkal példaként magasodnak valamennyiünk elé. A város vezetőin kívül számos vendég és meghívott foglalt helyet nemzeti ünnepünkön, a díszteremben. A himnusz hangja után a mohácsi polgárok olvasók körének dalárdája és citera zenekara adott műsort. Thank you.
A díjátadó előtt Pávkovics Gábor köszöntötte a megjelenteket, és beszélt az önkormányzati elismerések értékéről, jelentőségéről. Amikor nyitott szemmel járunk a világba, akkor nagyon sok mindent megtapasztalunk, és én a mai nap most három dolgot szeretnék kiemelni, hogy mit tapasztaltam. Az egyik délelőtt egy testvérvárosi konferenciánk volt, és a lengyel delegációnak a vezetője, a tanácselnök úr, az egy hosszú beszéddel készült. És abból lett egy nagyon rövid beszéd, és azt mondta, hogy a hosszú beszéd az a széknek szól, a rövid pedig a szívnek. És ez egy nagyon ötletes és frappáns gondolat. A másik, a jegyzőasszonynal pont összesugtunk az imént, amikor hallgattuk az első magyar nótát, hogy ebben a magyar nótában mennyi bölcsesség van. És benne van az életnek a kezdete, benne van a közepe, benne van a tapasztalás, és benne van a vége is. És azt gondolom, hogy ez a magyar nótának a savaborsa. És akkor a harmadik, amit megtapasztaltam most a vers alatt, ugyanis a versben elindultunk, hogy a borissa ember is, hogy a bornak mi a tulajdonsága, és mi a tapasztalat. Aztán eljutottunk odáig, hogy a hazáért tenni kell. És ez egy olyan ív, ami pont becsatlakozik a mi ünnepségünkbe, mert azok a díjazottak, akik itt ülnek előttünk is, a közösségünknek a tagjai, azok tettek a hazáért, a városért és a közösségükért. És tavaly is elmondtam már, hogy azért különleges ez a díj, mert nem egy külső szemlélődő ítéli oda, hanem a közösségek tagjai mondják ki, hogy igen, ez az ember, ez érdemleges arra, és érdemes arra, hogy a közösség díjazza. Kaptam egy szöveget, de azt gondolom, hogy nem is mondanám el, ami le van írva, mert ez a három tapasztalás, és ez a kis summázat, ez szerintem hűen és méltán tükrözi azt, hogy miért is vagyunk most itt. Arra szeretném buzdítani a későbbiekben is a mohácsiakat, ugyanis a díjak odaítélése hivatalosan a képviselőtestületnek a joga, illetve a különböző díjaknak a polgármester a jogosultja,
De járjunk nyitott szemmel, és találjuk meg azokat az értékeket, és azokat az értékes embereket, akiket ilyen gesztussal tudunk díjazni, és az ő életüket és az ő munkásságukat egy kicsit el tudjuk ismerni. El tudjuk azt érni, hogy érdemleges volt és értelmes volt az a munka, amit elvégeztek a közösségért. Egy idézetet azért mégis felolvasnék. Dombi József matematikus így fogalmaz. A siker segít, de az, aki sikerorientált, könnyen elfeledkezhet igazi feladatáról. A feladat tenni a dolgunkat, és a siker az elismerés legyen ráadás. Kívánok mindannyiuknak felemelő ünnepet, ugye születésnapunkat ünnepeljük Magyarországon. Kívánom a díjazottaknak, hogy a továbbiakban is ilyen lelkesedéssel dolgozzanak a közösségünkért, és gratulálok azoknak, akik városi díjat vesznek át tőlünk. Ezt követően Hetényi Ágnes tolmácsolásában ismerhettük meg annak a 14 személynek a szakmai életútját, pályafutását, akik aztán polgármesterünktől vehették át megérdemelt kitüntetésüket. Pro Urbe Mohács díj. Dr. Csonka Takács Eszter Mohácson született, és itt végezte általános és középiskolai tanulmányait. Érettségit követően az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett egyetemi diplomát etnográfus, magyar nyelv és irodalom szakokon, illetve az ELTE BTK doktori programján néprajztudományú területén PhD doktori fokozatot. Dr. Csonka Takács Eszter 1993-tól dolgozik néprajzkutatóként, 2009 óta a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum igazgatója. Kutatóként Erdélyt, a gyimesi közösségeket járja és végzi értékmentő tevékenységét, de több más kutatási programban is aktívan részt vesz itthon és a szórványban élő magyarság körében egyaránt. Kutatási területei közül kiemelendő a néphit, vallás, néphagyományok témakörei. Dr. Csonka Takács Eszter elhivatottan nagy szakmai hozzáértéssel és áldozatvállalással segíti szülővárosa Mohács néprajzi értékeinek, hagyományainak feltárását, megőrzését, tovább örökítését. Közreműködésével sok publikáció, könyv, film, kiállítás valósult meg, melyek mind-mind öregbítették városunk jó hírét. Dr. Csonka Takács Eszternek elvitathatatlan szerepe volt abban, hogy a mohácsi busajárás Magyarországról elsőként 2009-ben felkerült az UNESCO, vagyis az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete az emberiség szellemi kulturális öröksége reprezentatív listájára. Dr. Csonka Takács Eszter kiemelkedő tevékenységét Mohácsváros önkormányzata 2010-ben a Mohácsváros tisztelete jeléül kitüntetéssel, 2016-ban a szakminisztérium pedig miniszteri elismerő oklevél adományozásával honorálta. Dr. Csonka Takács Eszter részére a Mohácsváros érdekében kifejtett érdemes és eredményes munkásság elismeréséül a Pro Urbe Mohács díj kitüntetést Pávkovics Gábor úr Mohácsváros polgármestere adja át. Urbe Mohács díj. Készné Levő Zsuzsanna Mohácson született, a Kisfródi Károly Gimnáziumban érettségizett, majd 1990-ben a Janus Pannonius Tudományegyetem tanárképző karán diplomázott biológia-földrajz szakos általános iskolai tanárszakon. 1998 és 2013 között Mohács szigeti településrészi önkormányzat vezetője. 2000-ben tett közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát a Budapesti Műszaki Egyetemen. 2000-től 2013-ig igazgató tagintézményvezető a Mohács térségi általános művelődési központ Völgyesi Jenő tag általános iskolában. 2007 és 2013 között társadalmi megbízatású oktatásért felelős alpolgármester.
2011 és 2013 között a Párizsi Sorbonne Egyetem kihelyezett budapesti képzését, menedzsment és marketing stratégia az Európai Unió szervezeti és területi rendszerében végezte el. 2013-ban közigazgatási alapvizsgát tett, 2013 és 2016 között a Klik Mohácsi tankerület igazgatója, 2015-ben közigazgatási szakvizsgát tett, és 2016-tól a Mohácsi tankerületi központ főigazgatója. Pedagógiai tanulmányai mellett településfejlesztési és településmarketing tanulmányokat is folytatott. Pedagógusként munkáját a maximális szakmai igényesség, a tanulóközpontúság, a gyermekek és a kollégák iránti tisztelet jellemezte. Vezetőként mindig a rábízott intézmények hatékony működését, azok fejlesztését, bővítését tartotta szem előtt, megteremtve a kollegiális, konstruktív munkatársi légkört. Nevéhez fűződik számos jelentős oktatási beruházás megvalósulása a Mohácsi tankerületben, mint például a Brodarics István Általános Iskola tornaterme és a Mohácsi Kisfródi Károly Gimnázium tornacsarnoka. A gimnázium esetében megtörtént a homlokzat megszépítése, a külső nyilászárók cseréje, a dohos falak okozta problémák megszüntetése, az elektromos hálózat korszerűsítése, digitális táblák beszerzése, az informatikai rendszer modernizálása és az udvar felújítása. A Klebelsberg központtal közösen végezték el a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola homlokzat felújítását, nyilászáró cseréjét, az udvar rendbetételét, a vizes blokkok felújítását. Szakmai felkészültségének, kiváló szervezőképességének és határozottságának köszönhetően újulhatott meg, és bővülhetett ki mintegy 1,2 milliárd forintból az immár 21. századi körülményeket biztosító Mohács térségi általános iskola Széchenyi István iskolája. Városi képviselőként és településrészi önkormányzati vezetőként sokat tett Mohács-sziget infrastruktúrájának fejlesztéséért, az életminőség javulásáért és a közösségépítésért. 1998-ban részt vett a rész önkormányzat létrehozásában és a működési feltételrendszer kialakításában. A szigeti oldalon útépítések, járdafelújítások, intézményfelújítások, fűtéskorszerűsítés, óvodafelújítás és bővítés, játszótér építés és szolgáltatóház kialakítása fűződnek a nevéhez. Elérte, hogy az egykori szigeti tejcsarnok helyén kápolna létesülhessen. Sárosban kezdeményezte az ivóvízhálózat kiépítését és a földgáz bevezetését. Szorgalmazta és megvalósította a szigeti közfoglalkoztatást, elindította a falunapokat, melyekre még az elszármazottak is rendszeresen visszalátogatnak. Közösségfejlesztő munkájának eredménye több nyugdíjas program és a hagyománnyá vált karácsonyi műsor is. Az elért eredményekkel és sikerekkel kapcsolatban így fogalmaz, amit meg tudok tenni, azt csapatban tudom, és képes vagyok átadni a lelkesedésemet másoknak. 2011-ben a Baranya megyei önkormányzat Koltai Péter díját vehette át, 2022-ben Siklósváros képviselőtestületének dr. Vajda János pedagógiai díja a Mohácsi tankerületi központ számára. Késznél levő Zsuzsanna részére a Mohácsváros érdekében kifejtett érdemes és eredményes munkásság elismeréséül a Pro Urbe Mohács díj kitüntetést Pávkovics Gábor úr Mohácsváros polgármestere adja át. Mohácsváros közszolgálati díja. Gerst Attiláné Mohácsváros intézményeiben való szolgálatát 1985-ben kezdte az akkori városgazdálkodási vállalatnál. A Majsi iskolában tanítóként eltöltött egy év után 1987-től áll közszolgálati jogviszonyban a Mohácsi polgármesteri hivatallal, jelenleg főmunkatárs. Közel 36 év munkája áll mögötte, munkaviszonya kezdete óta az adóügyi területen dolgozik. Kezdetekben gépjárműadóval foglalkozott, jelenleg a kommunális adó a szakterülete. Munkája mellett 2000-ben ingatlan közvetítő és forgalmi értékbecsülő képesítést szerzett, ettől kezdve feladata az adó és értékbizonyítványok elkészítése is. E munkaköre által a helyszíni felmérések következményeként felbecsülhetetlen tapasztalatokat szerzett Mohács ingatlan helyzetével kapcsolatban, mind elhelyezkedésük, mind értékük tekintetében. Teljes körűen megismerte a város minden szegletét, ami az adóztatásban az egész adócsoport hasznára válik.
Munkáját kezdetek óta a segítőkészség és megbízhatóság jellemzi. Meghatározó fontos személyisége az adócsoport csapatának. Feladatainak ellátása nagy precizitást igényel, gondossággal és körültekintéssel, mindezek mellett nagy rutinnal végzi munkáját. A kiemelkedő szakmai tudása, segítőkészsége mindig az ügyfelek és a kollégák érdekeit szolgálja. Munkája során alapossága mellett nagy hangsúlyt kap az ügyfelekkel szemben tanúsított empátiája. A rábízott feladatokat mindig maradéktalanul és késlekedés nélkül teljesíti, megbízható, jól terhelhető munkaerő, aki szívesen adja át tapasztalatait munkatársainak, és emellett nagy tisztelettel és segítőkészséggel bánik az ügyfelekkel. Munkakapcsolataiban korrekt, nyílt, őszinte, segítőkész, együttműködő, de a hivatali kötelezettségein kívül és azon túl is bármikor, szinte bármiben számíthatnak rá kollégái, nyugdíjas munkatársai egyaránt. Mindig az vezérli, hogy az adócsoport jó színvonalon végezze munkáját. Gerst Attiláné részére Mohácsváros érdekében kifejtett érdemes és eredményes munkásság elismeréséül Mohácsváros közszolgálati díj kitüntetést Pápkovics Gábor úr Mohácsváros polgármestere adja át. Mohácsváros köznevelési és közművelődési díja. Somogyiné Kleisz Hedvig Mohácson született, anyai ágon kisnyárádi, apai ágon sombereki felmenőkkel rendelkezik. A sváb identitást, a tájnyelv rendszeres használatát, a szokások, hagyományok megőrzését gyerekkora óta a szülőktől, nagyszülőktől szívta magába. Tanulmányait a Mohácsi Park utcai általános iskolában, majd szintén a Mohácsi Kisfrolyd Károly gimnáziumban végezte. Gimnáziumi éveiben fogalmazódott meg benne, hogy óvónéni szeretne lenni, kimondottan német nemzetiségi óvónéni, hogy a családban átélt szerzett, nemzetiségi létet, örökséget később át tudja majd adni az óvodáskorú gyermekeknek. Így jelentkezett a Soproni Óvónőképző Intézetbe német nemzetiségi óvónői szakra. 1983-ban sikeres államvizsga után a városban található Szent Istvánról nevezett Ferences Szent Ferencről nevezett Ferences Kolostor épületben működő, akkor még kórház, Mofa óvoda néven ismert intézményben helyezkedett el, ami ma a Szent Ferenc katolikus óvoda nevet viseli. Azóta is elkötelezetten, immáron 40 éve végzi ott odaadóan a gyermekek iskolai életre való felkészítését, nevelését, valamint a nemzetiségi nyelvi nevelést a mindennapokban. 2000-ben elvégezte a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály pedagógiai főiskolai karán az óvodapedagógus szakot, ezzel is felelevenítve, gyarapítva a szakmai tudását. Munkájában kezdettől fogva törekedett az új módszerek, eljárások, pedagógiai innovációk megismerésére, a tapasztalatszerzésre. Ezek hozzásegítették ahhoz, hogy óvodapedagógusként folyamatosan megújuljon, bátran kipróbáljon új módszereket, eszközöket, eljárásokat a gyermekek nevelésében. Mára fiatalon pályakezdő óvónéniként édesanyja buzdítására tagja lett a német önkormányzat által létrehozott német klubnak, az Ingendekvelle kórusnak. Életét, munkáját áthatotta és áthatja a nyelv szeretetének átadása, a hitelesség, az alázat, a szakmaiság, a gyerek szeretet, ami példaértékű. A Ferences Kolostorban eltöltött 40 éves munkaviszonyból több mint 20 évet egyházi fenntartásban töltött el, mely során még jobban megismerhettő kitartó, támogató, vallási és erkölcsi normák felé való elkötelezettségét. Máig sokat tesz azért, hogy a svábság és a vallás szoros kapcsolatát a gyermekek óvodai életében megjelenítse, azt közösen megéljék. Több évig vezette az óvodában a német népi játékok és táncok tehetségműhelyt, emellett a német munkaközösség vezetői feladatait is ellátta. Vezetésével sikerült egy úgynevezett jó gyakorlat gyűjteményt összeállítani, ami segítséget nyújt valamennyi német nemzetiségi óvodapedagógusnak a mindennapokban. Pályázatírásban aktív támasza volt az óvodai vezetésnek, kiemelten a Mohácsi Német Önkormányzat 12 fiú és lánygyermek számára német nemzetiségi népviselet varratására, valamint a Baranya megyei Német Önkormányzatok Szövetségéhez benyújtott pályázatokat lehet megemlíteni. Szinte mindig sikeres pályázatoknak köszönhetően Mohács kistérséghez tartozó német nemzetiségi falvakat, tájházakat, mesterembereket sikerül már az évek alatt felkeresniük a gyerekeknek. Emellett a Mohácsi Német Ház által kínált rendezvények, programok állandó vendége.
Neveltetéséből adódóan gyökereit, származását, keresztény szemléletét büszkén vállalva végzi áldozatos munkáját. Többször megfogalmazta, mit jelent számára az egyházi fenntartású német nemzetiségi nyelvet őrző óvodában dolgozni, ahol a cél nem más, mint a jövő számára jóra való gyerekeket nevelni, akik tudnak nevetni, örülni, szeretni, tanulni és értékeket megőrizni. Tárásként saját portfóliójájából idéznék. Családomban a német nemzetiséghez való tartozás és a katolikus egyház tanításai mindennapjaink része volt. Igyekeztem ezen értékrend szerint élni és dolgozni. Nagyon nagy örömmel tölt el, amikor mindennapi munkám során is tovább örökíthetem a német hagyományok ápolását, és elültethetem azt a kicsi magot, mely a gyermekeknek irányt adhat a jó út megtalálásában. Somogyiné Kleisz Hedvig részére a Mohácsváros érdekében kifejtett érdemes és eredményes munkássága elismeréséül Mohácsváros köznevelési és közművelődési díja kitüntetést Pávkovics Gábor úr Mohácsváros polgármestere adja át. Mohácsváros szociális díja. Novics Szidónia, 1979. augusztus 23-án született Mohácson. Főiskolás éveit leszámítva Mohácson élte le az egész életét, minden ide köti, a család, barátok, munkahely. A Brodarics István általános iskola sporttagozatos osztályába járt, ahol a délutánjait először a kézilabda, majd a röplabda edzések töltötték ki. Az általános iskola befejezése után a tanulmányait a helyi szakmunkás képzőben folytatta, ahol vas és műszaki kereskedőnek tanult. A szakmunkás képző elvégzése után nappalin érettségizett le 1999-ben, ami még 2 évet jelentett az akkori Radnótiban. Az érettségi után főiskolára jelentkezett a szekszárdi PTE szociális munkás szakára. Azért választotta ezt a szakot, mert mindig érdekelték az emberek, és úgy érezte, hogy szívesen a segítségükre lenne. Miután lediplomázott, 2003-ban jelentkezett a PTL-BTK szakára, mint szociálpolitikus, amit 2005-ben fejezett be. Első munkahelye 2004-ben a Hotel Béda idősek otthonában volt, mint foglalkoztatás szervező. Az ott élő idősek mindennapjait igyekezett színesebbé tenni a munkája által. Aktív tagja a helyi plébániai közösségnek, aminek hatására 2010-ben a Veled Tartok Egyesület tagja lett. Az egyesület nevéhez sok plébániai és városi program fűződött. 2012-ben elvégzett egy gyászterapeuta képzést, majd a Budapesti Kórház Lelkészség által szervezett önkéntes beteglátó tanfolyamon vett részt. 2011 óta dolgozik a Mohácsi Kórházban, mint kórházi szociális munkás. Az elején nem csak önmagát, hanem a szakmát is el kellett fogadtatni az egészségügyi dolgozók között. Az évek alatt megtalálta a helyét, mint szociális munkás az egészségügyben, és sikerült elfogadtatnia ezt az új munkakört. Nem csak a betegeknek és hozzátartozóiknak tudott segíteni, hanem az egészségügyi dolgozók munkáját is meg tudta könnyíteni munkájával. A kórház évei alatt az érdeklődését felkeltették a szenvedélybetegek, aminek hatására jelentkezett a Semmelweis Egyetem egészségtudományi kar addiktológiai konzultáns szakára, amit 2017-ben fejezett be. Munkáját kiemelkedő hivatástudattal, példaértékűen végzi. Jó kapcsolatteremtő képessége, empátiája, önzetlensége, sokszor az egyetlen esély a társadalom egyedülálló tagjai számára. A több mint 2 éve tartó járványhelyzet mellett fáradhatatlanul végzi jelentős többletterheléssel járó munkáját, mely példaértékű lehet mindnyájunk számára. Novics Szidónia részére a Mohácsváros érdekében kifejtett érdemes és eredményes munkásság elismeréséül a Mohácsváros szociális díja kitüntetést Pávkovics Gábor úr Mohácsváros polgármestere adja át. Mohácsváros sportdíja. Szabó Gábor, vagy ahogy mohácsiak ismerjük, Zsömi, a mohácsi futballisták teljesítményéhez nagyban hozzájárul a mindig háttérben maradó, de annál nagyobb, nélkülözhetetlenebb munkát végző Szabó Gábor. Apai ágon örökölte a labdarúgás szeretetét, hiszen édesapja Szabó László egy életen át tartozott a mohácsi téje 1888 családjához. Így nem volt meglepő, hogy Gábort is rabul ejtette a labdarúgás sportága.
Munkáját technikai vezetőként jellemzi, hogy napi szinten koordinálja 200 gyermek és felnőtt napi sportolását, emellett a felnőtt labdarúgóknál és kézilabdásoknál masszúri feladatokat lát el, emiatt ő az egyik, hanem a legfontosabb láncszeme az egyesületnek. Nagy szerepe van abban, hogy felnőtt csapat számára minden körülmény biztosított a sikerek eléréséhez. Személyisége és fáradhatatlan pozitív szemlélete hozzájárul minden eredményhez. Szabó Gábor úr részére a Mohácsváros érdekében kifejtett érdemes és eredményes munkásság elismeréséül a Mohácsváros sportdíja kitüntetést Pápkovics Gábor úr Mohácsváros polgármestere adja át. Mohácsváros közbiztonságáért díjak. Az évrendőre díj. Gerber Andrea Tímea, címzetes rendőr főtörzászlós, 1999. július 1-je óta teljesít hivatásos szolgálatot a mohácsi rendőrkapitányság állományában. 2001. április 1-jétől nyomozóként, mint körözési, valamint rendkívüli halálesetek előadójaként. Feladatait mindig nagy igényességgel, a legnagyobb tudása szerint aktívan, megbízhatóan és felelősségteljesen látja el. Hivatása iránt elkötelezett, szorgalmas, folyamatosan fejleszti tudását. Önálló javaslatokkal, elképzelésekkel segíti a bűnügyi osztály tevékenységét. A feladatai során rendkívül körültekintően magas fokú szakmaisággal jár el. Vezetőivel jó kapcsolatot ápol, mindig nyitott, együttműködő, a feladatok hatékony megoldására összpontosít, ezáltal a körözési munkájában évek óta eltűnt személyek hollétét, ismeretlen holttestek beazonosítását, valamint a fiatalkorú szökött személyeket rövid időn belül felkutatja. Munkáját jellemzi a türelem és az emberség, mivel fő szakterülete a rendkívüli halálesetek vizsgálata, ami rendkívül megterhelő mind fizikálisan, mind szellemileg. Munkáját folyamatosan elismerte a szakmai irányítás és a közvetlen vezetői is, mely elismeréseként a tavalyi évben jutalomban is részesült. Az eltelt 23 év során szolgálati fellépése, rendőri magatartása, példamutatása határozottan hozzájárult Mohácsváros közbiztonsága javításának megteremtésében és fenntartásában. Gerber Andrea Tímea, címzetes rendőr főtörzászlós részére a Mohácsváros érdekében kifejtett érdemes és eredményes munkásság elismeréséül a Mohácsváros közbiztonságáért díja az év rendőre díj kitüntetést Pávkovics Gábor úr Mohácsváros polgármestere adja át. Az év tűzoltója díj. Zöldák Tamás, címzetes tűzoltó zászlós, több mint 10 éves pályafutása során különböző beosztásokban is bizonyította rá termettségét. 2011. október 3-án tűzoltó őrmesterként kezdte pályafutását a mohácsi hivatásos önkormányzati tűzoltó parancsnokságon, majd 2012-ben megpályázta a mohácsi hivatásos tűzoltó parancsnokságon megüresedett műszaki biztonsági referensi beosztást, melyet 2012. június 1-től el is nyert. Új feladatát aprólékosan, körültekintően végezte, munkájával megfelelő háttértámogatást nyújtott a tűzoltóság beosztott tűzoltói számára. 2013. február 1-jével jelentkezett és referensként csatlakozott a 2012. július 1-én a mohácsi hivatásos tűzoltó parancsnokságon belül a mohácsi vízi határkikötőben megalakult ADN hajóellenőri szolgálat csapatához. Nevezett, gyorsan beletanult új munkakörébe, mellyel immáron Európa kapujában ellenőri tevékenységével azért dolgozik, hogy biztonságosabbá tegye a dunai veszélyes áruszállítást, mely által csökken a Dunán hatalmas mennyiségben szállított veszélyes áruk emberi életre, anyagi javakra és környezetre gyakorolt kockázata. Saját elhatározásból, előjárói támogatásával 2017-ben középfokú tűzoltó szakmai végzettséget szerzett a BM Katasztrófa Védelmi Oktatási Központban. 2021. április 6-ától az ADN hajóellenőri szolgálaton belül hajóvezetői beosztásba került kinevezésre, a 2021. május 1-től szolgálatba állított Tűzmadár nevű ADN ellenőri és tűzoltó hajóra. A tűzmadár rendszer beállítását követően a hajóvezetését, gépeinek kezelését gyorsan elsajátította, melyeket nagy gondossággal és odafigyeléssel kezel.
Előjárói az ADN ellenőri hajó üzemeltetése, állomásosztatása közben felmerülő problémák megoldásában is mindig számíthatnak segítőkészségére. A rendszerbe állított hajóval a hajó ellenőri szolgálat létszáma is jelentősen megnövekedett, melyet követően tevékenyen részt vett az új munkatársak betanításában. Keresi és szívesen vállal plusz munkát, előjárói kollégái mindig számíthatnak rá. Jelenlegi beosztásában nagy hasznára vannak korábbi beosztásaiban szerzett szerteágazó kompetenciái, melyek példás munkához való hozzáállása mellett hozzájárulnak ahhoz, hogy a munkavégzés során jelentkező összetett kihívásokkal maradéktalanul megbirkózzon. Zöldák Tamás, címzetes tűzoltózászlós több mint 10 éves szakmai pályafutása során a különböző beosztásokban komplex tudásra tett szert, mely példamutató munkához való hozzáállásával párosulva kiemelkedő szintű munkavégzését eredményezi, ezért méltán nyerte el előjárói elismerését és munkatársai tiszteletét. Zöldák Tamás, címzetes tűzoltózászlós úr részére a Mohácsváros érdekében kifejtett érdemes és eredményes munkássága elismeréséül a Mohácsváros közbiztonságáért díja az év tűzoltója kitüntetést Pávkovics Gábor úr Mohácsváros polgármestere adja át. Az év vízirendőre díj. Bátai Ferenc, címzetes rendőr, törzszászlós, 1973. március 13-án született Mohácson, majd Dunaszekcsőn nevelkedett. Szakközépiskolai tanulmányait Barcson végezte, 1991-ben sikeres érettségi vizsgát tett, és erdőgazdasági gépész végzettséget is szerzett. Ezt követően a lakhelyén, a dunaszekcsői Dunagyöngye mezőgazdasági termelőszövetkezetben helyezkedett el. 1999-ben úgy döntött, kipróbálja a rendőri hivatást. Felvételt nyert a Csopaki Rendőr Szakközépiskolába, melynek elvégzését követően 2000. február 1-én bekerült a rendőrség állományába, szolgálatát a Mohácsi Vízirendészeti Őrsön kezdte meg motorcsónakvezetőként, ahol a mai napig dolgozik. Járőrként 7 évet tevékenykedett, majd 2007-től magasabb bűnügyi vizsgálói beosztásba került, azóta is ebben a felelős beosztásban van. Fő feladata, hogy a Mohácsi Vízirendészeti Őrs illetékességi területén történt bűncselekményeket kivizsgálja és támogatást nyújtson a közrendvédelmi állománynak a bűncselekmények helyszínén történő intézkedések és egyéb nyomozati tevékenységek végrehajtásában. A rendőri szolgálatban eltöltött közel 22 év alatt gyakran került kapcsolatba magyar és külföldi állampolgárokkal, intézkedéseire minden esetben a kulturáltság, empátia volt jellemző, tevékenységével hozzájárul a dunaparti települések közrendjének, közbiztonságának fenntartásához. Magatartásával sem szolgálatban, sem szolgálaton kívül probléma nem merült fel. Munkatársaival jó kapcsolatot alakított ki. Parancsnokaival szemben udvarias, tisztelettudó, magánélete rendezett. Dunaszekcső működő társadalmi szervezeteknél vezetői tevékenységet végzett és végez, aktívan részt vesz a község társadalmi életében. Kiemelkedően jó kapcsolatot ápol a területünkön működő horgászegyesületekkel, rendszeres résztvevője a horgászversenyeknek. Szakmai tevékenységével, tapasztalatával, helyismeretével a fiatal állománynak is példát mutat. Bátai Ferenc, címzetes rendőrfőtörzszászlós úr részére a Mohácsváros érdekében kifejtett érdemes és eredményes munkásság elismeréséül a Mohácsváros közbiztonságáért díja az év vízirendőre díj kitüntetést Pávkovics Gábor úr Mohácsváros polgármestere adja át. A Mohácsi Önkormányzatnak az önkormányzati elismerésekről és a tiszteletbeli polgárcím adományozásáról szóló 3/2002-es számú rendelete 5. paragrafusának 3. bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a polgármester saját hatáskörben évente 5 Mohácsváros tisztelete jeléjű díjat adományozhat. E jogkörében Pávkovics Gábor úr Mohácsváros polgármestere a 2022. évben a következő személyek részére adományozta ezen elismerést. Dr. Faludi Ferenc Mohácson született 1951. november 30-án a Népes Faludi család 8. egyben legifjabb gyermekeként. A nagy családban megélt szeretetteljes légkör és a szülői példa egész életére hatással volt.
Általános iskolába az akkoriban fiúiskolának nevezett, jelenleg Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola intézményében járt. Gimnáziumi éveit Esztergomban, a temesi Pellvárt Ferences gimnáziumban töltötte. Akkor már tudta, hogy fogorvos szeretne lenni. Ebben az elhatározásában édesapjának, dr. Faludi Sándornak is nagy szerepe volt, aki már gyerekkorában is eltűrte maga mellett a fogorvosi rendelőjében. Ekkor már két nővére, Ilona és Mária is orvosi tanulmányait végezte Szegeden. Előbbi szintén fogorvosként végzett. Az érettségit követően sikeres felvételi vizsgát tett a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemre. Tanulmányai megkezdése előtt egy évig mentőzött Mohácson és Pécsett. Az egyetemet 1976-ban végezte summa cum laude minősítéssel. Időközben szakmai gyakorlatát dr. Balics József felügyelete mellett itt Mohácson, az akkori SZTK rendelőben teljesítette. A diploma átvétele után behívták sorkatonai szolgálatra. Az elméleti kiképzés után a pécsi Honvéd Kórházban folytatta a szolgálatot, mint fogorvos. Ezt követően még 3 évig maradt ugyanott polgári alkalmazottként. A magas színvonalú körülmények és a kiváló szakmai környezet lehetővé tették, hogy ismereteit tovább fejlessze. Tudományos kísérletekben vett részt, szakmai lapokban publikált, és egy szájsebész mellett is asszisztált. 1980-tól 86-ig az iskola fogászati feladatokat látta el a Park utcai általános iskolában. 86-tól 90-ig járványügyi felügyelőként a hajóállomáson dolgozott. 90-től 96-ig a Mohácsi tiszti orvosi szolgálat keretein belül töltötte a városi tiszti orvosi tisztséget. 1997 májusától a Mohácsi 2. számú felnőtt fogorvosi körzet fogorvosi alapellátási feladatait látta el napjainkig. Munkáját, amire sokkal inkább hivatásként, szolgálatként tekintett, mindig felelősségteljesen a hozzáforduló betegek és az orvosi hivatás maximális tiszteletben tartása mellett magas szakmai színvonalon betegei megelégedésére végezte. Boldog házasságban él, 2 felnőtt gyermek, Beáta és Zoltán büszke édesapja. Lánya egy gyönyörű fiú unokával ajándékozta meg. Felesége Adrián mindvégig hűséges és szerető társa, emellett hosszú évek óta fogorvosi asszisztense is. Családja és hivatása mellett a Duna és a horgászat a nagy szenvedélye. Dr. Faludi Ferenc Imre több mint 40 év szorgalmas és kitartó munkával töltött esztendő után megérdemli, hogy a családjának, az unokájának szentelje az idejét. Dr. Faludi Ferenc Imre részére a város és különösen az egészségügyi alapellátás, ezen belül különösen is a fogorvosi ellátás érdekében kifejtett kimagasló és példamutató szolgálat elismeréseként a Mohácsváros tisztelete jeléül kitüntető címet Pávkovics Gábor úr Mohácsváros polgármestere adja át. Mohácsváros tisztelete jeléül kitüntető díj Kéméndi Margit részére. Kéméndi Margit 1992. szeptember 1-én került az akkori Művelődési Gazdasági Szervezet foglalkoztatási állományába, először az akkori nevén Tomori Konyhára, konyhalányi beosztásban, majd hamar átkerült a raktározási területre. Munkáját önállóan, pontosan, felelősségteljesen és gyorsan végzi. Hosszú évek, de inkább évtizedek óta szakszerűen, precízen vezeti a sok átszervezést megélt gyermekélelmezési konyharaktárát. Nagy figyelmet szentel a szavatossági idők betartására, a részfolyamatok pontos ügyintézésére, adminisztrálására, a gyermekétkeztetés a szívügye. Átélte az intézmény életében az elmúlt 30 esztendőben végrehajtott valamennyi átszervezési és összevonási folyamatot. Stabil, jó alkalmazkodási készséggel rendelkezik, ezért minden új kihívással bátran néz szembe. Fel tudja venni a versenyt az új és folyamatosan változó szabályokkal. Soha nem volt számára kérdés, hogy a konyhát végleges munkahelyének tekinti, innen szeretne nyugdíjba vonulni. Munkatársaival való viszonya kiegyensúlyozott, segítőkész, kellően határozott és empatikus. Élete párja, akit tragikus hirtelenséggel veszített el, nem csak a magánéletében, hanem a munkában, a mindennapi szolgálatban is társa, segítője, támasza volt, hiszen hosszú ideig látta el a konyhán a főszakács, nem mindig és nem feltétlenül irigylésre méltó szolgálatát. Kettőjük munkája
a közétkeztetés szerves részét képezte, és az általuk közösen lerakott alapok képezik a mai napig is. A magánéleti veszteségét követően szinte csak a munkája maradt, amire mindenkor hivatásként, szolgálatként tekintett, nyújt számára némi vigaszt és feltöltődésre lehetőséget. Mára újra egy mosolygós, szolgálatkész Margit áll velünk szemben, aki megérdemelten hamarosan nyugállományba vonul, hisz aki 30 éven keresztül reggel 4:30-kor kell, hogy friss, üde arccal nézzen a munkatársak és beszállítók szemébe, és az árut mindenkor pontosan átveszi, megérdemli, hogy 40 év szorgalmas és kitartó munkával töltött esztendő után az idejét a családjának, unokájának szentelje. Ki mindig Margit részére a város, és különösen a városi gyermekélelmezést érdekében kifejtett kimagasló és példamutató szolgálata elismeréseként a Mohács város tisztelete jelölő kitüntető címet Pápkovics Gábor polgármester. Mohács város tisztelete jeléül kitüntető díj Imre Lajosné részére. Imre Lajosné képesítés nélküli nevelőként kezdte pedagógusi pályáját. 1982-ben szerzett magyar ének szakos tanári diplomát. 1986 óta végzi kiemelkedő és elismerésre méltó szakmai munkáját a Park utcai általános iskolában. Városunk legrégebbi tagozatának, az énekzene tagozatnak első növendéke, és azóta a zenei nevelés megszállott és fáradhatatlan képviselője. 1996 óta 2009-es nyugdíjazásáig volt az iskola énekzene tagozat munkaközösségének vezetője. Kodály Zoltán örökségének szellemében nevelte oktatta tanítványait, és ezt várta el kollégáitól is. Bár sokan úgy látják, a változó világ elvárásaihoz kellene alkalmazkodni, ő meggyőzően hirdette és hirdetti ma is, az értékválság korában is, az egyetemes emberi értékek közvetítését. Pedagógusi pályája alatt töretlenül hitt abban, hogy a gyermekek nevelésének egyik sajátos, de igen hatékony eszköze a zenei nevelés, ezen belül a magyar népdalkincs személyiségfejlesztő hatása kiemelkedő jelentőségű. A népdal a dallammal összeforrt szövegében hordozza nevelő erejét. Az emberi kapcsolatok a társas érintkezés szabályai közül megtanít a szeretetre, hűségre, tisztességre, tapintatra, kedvességre, jóságra, megbocsátásra. Az énekzene tagozat vezetőjükkel az élen mindig kötelességének érezte szűke pátriárkánk kulturális kincseinek, értékeinek megőrzését. A Schneider Lajos iskolai igazgató népdalgyűjtő munkásságát őrző emlékszoba létrehozásában aktív közreműködőként vett részt. Az iskolai évtizedek is bebizonyították, a zenetagozatnak nem csak múltja van, de élő jelene és biztató jövője is. A tanítványok maradandó emberi értékkel gazdagon távoznak az iskolapadból. Az általa tartott énekórákon és kóruspróbákon folyó munka színvonalának megítéléséhez szükség van a közönség előtti bemutatkozásra, szereplésre. A Promuzika kórus és az Orf zenekar Imre Lajosné vezetésével nagyon sok és mindig kiemelkedő színvonalú fellépésen vett részt, nem csak a Park utcai iskolában, hanem a városban, a város és ország határain túl ismertséget és elismerést szerezve a Park utcai iskolának és Mohács városának. Nevéhez fűződik a Park utcai általános iskolában 1989-től évente karácsonyi hangverseny szervezése, 1991-ben Kodály Zoltán Hári János című daljátékának bemutatása, 1992-től évente osztályéneklési verseny szervezése, 93-ban megalakult az Orf zenekar. 1994 és 98 között az elballagott végzős 8. osztályos tanulók az éneklés öröméért, a kórusvezető örömére együtt maradnak és megalakítják az a cappella énekegyüttest. 1996-ban Bolytár László a Halászlegény titka című gyermekoperájának bemutatóját szervezte meg. 2001 és 2004 között megyei osztályéneklési verseny szervezése, évente a népdalénekesek felkészítése a Schneider Lajos népdaléneklési versenyre. Kiemelkedő eredmények: 94-ben játszunk operát, megyei első hely, 95-ben játszunk operát, régiós negyedik hely. 1998-ban az éneklő ifjúság megyei minősítő hangversenyen aranyminősítés. 2000-ben Nerpeltben nemzetközi kórusfesztivál, Promuzika kórus első hely.
2002 Nerpeltben Nemzetközi Kórusfesztivál, Promuzika Kórus első hely, cum laude, vagyis kiemelt első hely. 2003-ban országos minősítő hangversenyen az év kórusa cím elnyerése aranyminősítés diplomával. 2004-ben Olaszországban, Grádóban Nemzetközi Kórusfesztivál ezüst minősítés. 2005-ben országos minősítő hangversenyen aranydiplomával minősítés és országos elismerő oklevél. 2008 a Promuzika Kórus az eddigi eredményei alapján ismét meghívást kapott a Nerpelti Nemzetközi Kórusfesztiválra. 2009-ben bekövetkezett nyugdíjazását követően tanított a Mohácsi Kisfródi Károly Gimnáziumban, több felnőtt kórust vezet jelenleg is, illetve vezetésével újjászületett a Bartók Béla vegyes kar is. 2022 a fáradhatatlan és szolgálatkész munkát a szakmai zsűri a 2022. július 1-2-án Keszthelyen megrendezett országos dalos ünnep versenyprogramján a Bartók Béla vegyes kar produkcióját aranyminősítés dicsérettel cím adományozásával ismerte el. 2007-ben a Pécs Baranyai Kórus Szövetség díszoklevelét vehette át a Magyar Kultúra Napja alkalmából, 2008-ban pedig a Baranya megyei önkormányzat közgyűlése elnökének kitüntető díját érdemelte ki. Nyugdíjasként is fáradhatatlanul dolgozik az énekzene tagozat népszerűsítéséért. Közkedvelt közösségi médiában nagyon értékes dokumentumokat tesz közkincsé a tagozat 60 évének eseményeiről, eredményeiről. Imre Lajosné részére a város és különösen a zeneművészet és annak különböző ágai érdekében kifejtett kimagasló és példamutató szolgálata elismeréseként Mohácsváros tiszteleten jelélő kitüntető címet Pávkovics Gábor Mohácsváros polgármestere adja át. Mohácsváros tisztelete jeléül kitüntető díj Filákovicsné Verőci Alexandra részére. Filákovicsné Verőci Alexandra a tanítói, általános iskolai énekzenei tanári és magánénekszakos művésztanári diplomával rendelkező pedagógus. 1996-ban Szajkon kezdte tanári munkáját, majd a Brodarics István általános iskola következett. 2002-től és jelenleg is a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola, továbbiakban Schneider Lajos AMI tanára. Ezzel párhuzamosan a Kisfródi Károly Gimnáziumban is több évig tanított énekzenét, jelenleg pedig a Széchenyi István iskolában segít az énekzene órák helyettesítésében. A Mohácsi Schneider Lajos AMI-ban egyéni magánének főtárgyórákat tart, a tehetséggondozás tantárgy keretein belül piciny tehetségek elnevezése kis csoportos kreatív foglalkozásokat tart, ezen kívül létrehozta a Trillák kórusát, ami az iskola egyik legnépesebb és legnépszerűbb zenei együttese. Rendkívül aktív a szereplések versenyeken való részvétel terén, növendékeivel számos országos, térségi, megyei sikert helyezést ért el egyéni és csoportos kategóriákban, különböző műfajokban. Alexandra felismerte azt az igényt és lehetőséget, hogy nyitni kell a könnyűzene, a filmzene és a musical irányába is, növendékeinek repertoárja a klasszikus zene mellett ezekkel a műfajokkal is színesedett, bővült, a tanszak népszerűségéhez ez az innovatív szemlélet is hozzájárult. A tanórán kívüli programok, pályázati projektek tervezésében, megvalósításában is rendkívül aktív. Az elmúlt években a következő pályázati projektekben vállalt vezető szerepet. 2015-ben Keresem a szót, keresem a hangot, nemzeti tehetségprogram, 2019-ben Honnan, hova, szintén nemzeti tehetségprogram, és 2021-ben Szóló Tutti, személyiség és közösségfejlesztés művészeti neveléssel, szintén nemzeti tehetségprogram. Évente szervez nagyszabású komplex bemutató hangversenyeket, sokszor bevonva ebbe más tagozatokat, tanszakokat is. Iskolán kívül is sokat szerepel növendékeivel együtt, városi térségi rendezvényeken. Évek óta több növendéke is részt vesz gyerekszereplőként a Pécsi Nemzeti Színház zenés produkcióiban. Egykori tanítványai közül pedig többen dolgoznak fővárosi színházakban, például Bernát Éva, Kempf Márta, Patka Dániel. Az iskola komplex tehetséggondozó programjának több alprogramjának megvalósításában is meghatározó szerepet játszik, például a Testvérmúzsák, Művészpalánták, Honnan, hova.
Tanítványait igazi közössége kovácsolja össze, kirándulásokat, műhelyeket, táborokat szervez számukra. Egykori tanítványai pályáját is nyomon követi. 5 éve munkaközösség vezetőként segíti az iskolában folyó munka koordinálását, mentorálja a fiatal pályakezdőket, precíz munkavégzéssel példát mutat kollégáinak. Alexandra 5 éve átvette nyugdíjba vonult kollégától a Pécsi Filharmónia ifjúsági hangversenyeinek helyi szervezését és koordinálását, így folyamatos a kapcsolata a mohácsi és környékbeli iskolákkal. Az egyik legmegbízhatóbb munkatársa az intézménynek, segítő, pozitív hozzáállására mindenkor számíthatnak növendékei munkatársai. Filákovicsné Verőci Alexandra részére a város érdekében kifejtett kimagasló és példamutató szolgálata elismeréseként a Mohács város tisztelete jeléül kitüntető címet Pávkovics Gábor polgármester adja át. Kedves megjelentek, tisztelt hölgyeim és uraim, egy kis meglepetés fog következni Filákovicsné Verőci Alexandra részére. Nagyon meghatódtam ettől a díjtól, és nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki ebben bármilyen formában részt vett, hogy rám gondolt, és felterjesztett erre a díjra. Szeretném megköszönni mindenkinek. Én már korábban is, amikor a díjat kaptam, azt mondtam el, és azt szeretném most is megerősíteni, hogy én ettől a várostól 18 éves koromig nagyon sokat kaptam. Itt szereztem minden olyan alapot, amely elindított engem az életben. Ez nyilván vonatkozik az iskolákra, a Park utcára, Kisfaludi Károly gimnáziumra, vonatkozik sok-sok olyan tanára, aki nagy hatással volt rám, vonatkoznak olyan további emberekre és olyan további körökre, amelyekben én működtem, mozogtam a kultúrában,
hiszen én ugye zeneiskolában jártam, csellóztam, a Park utcai 8 év az meghatározta az életemet a néptánc kezdettől Dezső Zsuzsa nénivel, utána természetesen Filákovics Istvánnál, Filánál táncoltam, és nagyon sokáig vissza is tértem az öregek klubjába. Ezek nagyon fontos, meghatározó alapok számomra, tehát mindaz, amit én a kultúrában kaptam, mindaz, amit a város jeles embereitől kaptam, nem szabad elfelejteni Kövesi Itzenénit, aki nagyon-nagyon meghatározó volt az életemben, a pályámban is, illetve itt külön Spájzerné Répási Máriát is említeném, aki egy kicsit a néprajz irányába engem elterelt, hiszen akkor ő már a gimnáziumban foglalkozott hagyományőrző kör létrehozásával. Úgyhogy én ezt továbbittem mindezt a puttonyomban, a zsákomban, és azóta is próbáltam ugye ezt tovább fejleszteni, mindazt, amit itt kaptam, és már akkor is úgy éreztem, hogy én ezt szeretném visszaadni a városnak bármilyen módon, ahogy csak tehetem. A munkám révén, a jelenlegi helyzetem, pozícióm révén, tehát akár a Szellemi Kultúrás Örökség igazgatójaként, akár a Szellemi Kultúrás Örökség Magyar Nemzeti Bizottság elnökeként, én mindig igyekszem a várost képviselni, a hagyományt erősíteni, és visszaadni a városnak, amit csak lehet. Éppen a tegnapi nap voltam Balatonszemesen a Bújtor István Filmfesztiválon, ahová a Busójárás Poklede című filmünk bekerült a verseny és a vetítési programba, úgyhogy holnap lesz majd az eredmény hirdetés, remélem, hogy eredménnyel indultunk ezen a filmfesztiválon, ugye hiszen megalkottuk azt a filmet, amely bemutatja a mohácsi busójárást, a Szellemi Kultúrás Örökség filmsorozat egyik első darabját készítettük el, amit itt a mohácsi moziban is már többször a város számára levetítettünk. Én tehát szeretném megköszönni, és továbbra is szeretném a tudásomat, kapacitásomat, energiáimat a város számára nyújtani, adni, kínálni. Szeretném, hogyha tudnék segíteni a hagyományok megőrzésében, a kultúra életében, továbbvitelében, hiszen Mohács nagyon különleges hely, Mohácson nagyon-nagyon nagy kulturális értékek vannak, és ez nagyon fontos számomra is, hogy ez láthatóvá váljon, minél több fórumon megismerjék. És hát külön öröm számomra, hogy ezt a díjat éppen ketten kaptuk Zsuzsával, hiszen mi évfolyamtársak voltunk a gimnáziumban, és akkor ezzel át is adom neki a szót. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a város vezetését, polgármester urat, és én is csak a köszönetemet szeretném kifejezni. És ezt ennek mondtam éppen, amikor bejöttem, hogy milyen érdekes a sors vagy az élet, hogy így néha összekanyarodik a mi életünk is, és valóban a gimnáziumban találkoztunk először, aztán amikor Eszter azon dolgozott, hogy az UNESCO reprezentatív listájára felkerüljön a mohácsi busójárás, és ennek a sikernek együtt örventünk, és most újra itt ülünk egymás mellett. Úgyhogy a sors útjai tényleg kifürkészhetetlenek. Én is nagyon sokat köszönhetek ennek a városnak, és mindig örömmel és boldogan éltem itt. Soha nem is vágytam sehova máshova menni. És annak is nagyon örülök, hogy amit már gyerekkoromban is megfogalmaztam, hogy én alkotó munkát szeretnék végezni. Mindegy, hogy mit, csak valamit tehessek, alkothassak, változtathassak, és ez a város megadta nekem ezt a lehetőséget, akár az oktatásban, akár az önkormányzatnál, akár a tankerületnél, bárhova is vetett a sors, ezt megtehettem. De ehhez partnerekre, kollégákra, munkatársakra volt szükség. Az ember egyedül nem biztos, hogy képes arra az alkotó munkára, amire vágyik, és ez a Völgyes iskolában így volt, úgyhogy köszönettel tartozom a pedagógus kollégáknak, munkatársaimnak, aztán a részönkormányzatban szintén, a részönkormányzat képviselőinek és a sziget lakóinak, akik minden egyes választáson maximálisan bizalmukkal megszavazták a további munkámat.
Aztán itt a Mohács önkormányzatban az önkormányzat munkatársainak, a képviselőtársaimnak, akik közül azt gondolom, hogy sokat már barátomnak is mondhatok, és a polgármesteri hivatal dolgozóinak, akik ott voltak mindig mellettem és mögöttem és segítettek. Aztán az intézmények vezetőinek, az óvodák, az iskolák vezetőinek, dolgozóinak, akik szintén segítették ezt a munkát, most pedig a tankerületben dolgozó tisztségviselőknek és a 37 iskola vezetőinek és munkatársainak. Úgyhogy sok-sok emberrel volt már kapcsolatom az életemben, és itt a méltatásban elmondták azt a sok-sok mindent, amit építettünk, akár kápolna, vagy út, vagy játszótér, vagy bármi egyéb, de én a legfontosabbnak az emberi közösségek építését tartom. Az emberi közösségek fejlesztését és az emberi kapcsolatok fejlesztését. Ma délelőtt részt vettem a testvérvárosok találkozóján, és pont arra gondoltam, hogy abban 16 évben vagy 17 évben, amíg itt voltam az önkormányzatnál, milyen sok alkalommal voltam én is a testvérvárosok delegációjában, találkoztam az ottani képviselőkkel, vagy amikor ide jöttek, akkor vendégül láttuk őket, és hogy mennyire fontosak ezek a baráti kapcsolatok. Ugye a legfontosabb az emberi kapcsolatok, az emberi közösségek építése, támogatása és segítése, és valahol az emberi lelkek építése. Ez a legnagyszerűbb dolog, és azt gondolom, hogy az, hogy itt élhettem és élhetek, ennek a városnak köszönhető, és hát amíg tehetem, addig tovább folytatom ezt a munkát. Úgyhogy köszönöm szépen mindannyiatoknak. Az esemény végén a jelenlévők pezsgővel kocintottak a díjazottakkal, így módon is kifejezve elismerésüket, gratulációjukat. A maguk és egy kicsit valamennyi Mohácsi nevében. Az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepéhez kapcsolódó városi rendezvények sorában a díjátadó után ünnepi szentmise és kenyérszentelés várta a mohácsiakat. A város főterén álló fogadalmi emléktemplomban megtartott ünnepi szentmisén a szentleckék, példabeszédek és dicsőítő énekek után Bacsmai László esperes plébános prédikációjában arról beszélt. István király a kereszténység mellett tette le a voksát, amikor sziklára, vagyis Jézus Krisztusra építette házát és hazáját, és erről az útról nem szabad letérni. Ahogy utaltam a szentmise elején rá, hogy Szent István volt az az ember, aki házát, hazáját sziklára építette Krisztusra. A kereszténység vállalása után, miután megkeresztelkedett, azt kellett igazából eldöntenie, hogy kihez csatlakozzon. Kelethez vagy nyugathoz? A keleti kereszténységet vagy a nyugati kereszténységet válassza. István idejében még egy volt az egyház, nem volt meg az egyházszakadás, csupán rítusbeli különbségek voltak. De ő azzal, hogy II. Henrik lányát, Gizellát vette feleségül, kimutatta azt, hogy igazából nyugathoz orientálódik, de főképpen azzal fejezte ki a nyugathoz való hűséget, hogy a nyugati egyházhoz, a római katolikus egyházhoz folyamodott, a pápától kért és kapott koronát. Ezzel megindult a vallási élet megszervezése. Rómából jöttek szerzetesek, bencések, akik hirdették az evangéliumot, keresztelték az embereket, és lassan-lassan a jó kezdte legyőzni a rosszat. István nem csak államalapító volt, hanem a magyar egyháznak az alapjait is lerakta. 10 püspökséget alapított, köztük a miénket is, a pécsit, most 23-án ünnepli alapításának évfordulóját,
1009-ben volt az alapítás. És elrendeli azt, hogy minden 10 falu építsen egy templomot. És szintén elrendeli azt, hogy a vasár és ünnepnapokon az Úr napját és az ünnepeket szent misével szentelje meg a nép. Ugye mindig is gondolkodtam azon, hogy általában, ha azt nézzük a falvakban is, mindig dombon vannak a templomok. Most szegény idősek nem tudják megmászni a dombot, nem tudnak fölmenni a templomba. Miért? Mert István nem az idősekre alapozta, hanem azt mondta az időseken, az öregeken, a betegeken és a tűzőrzökön kívül a többiek szenteljék meg az Úr napját. Tudta ő azt, hogy könnyebb olyan népet vezetni és kormányozni, amelynek vannak keresztény gyökerei, van vallásos erkölcse. Testvéreim, a mai kereszténység ugyancsak válaszút előtt áll, hogy megszilárdul-e a kereszténység, a keresztény hívő magatartás, vagy sem. Ma már sajnos nem beszélhetünk keresztény társadalomról, mert a külső hatás legalább ugyanolyan erős, mint amilyen volt a pogányok hatása Szent István király idejében. Igaz, hogy manapság ez nem mutatkozik olyan durva formában, mint mondjuk a kommunizmus alatt, hanem civilizáltan, szinte észrevétlenül áramlik a gondolkodásunkban minden olyan, ami ellenkezik a keresztény értékrenddel. Ami nem érték, hanem silány maszlag. De az emberek sokkal könnyebben rávehetők ezekre a silány dolgokra, mint azokért az értékekért fáradoznának, amiért meg kell küzdeni. Sajnos testvéreim, a gyerekeink, unokáink is veszélyben vannak, mert amíg esetleg itthon vannak, az ember tudja alakítgatni az ő életüket is, aztán elmennek tovább tanulni, főleg ha elmennek Pestre, ott a nagyváros beszippantja őket. A liberális gondolkodás az egyetemeken, én magam a saját rokonsági körömben is szinte megdöbbenve tapasztalom azt, hogy 5 év egyetem elég ahhoz, hogy teljesen átmossák a fiataljaink agyát a liberális eszmékkel. Testvéreim, a nyugatról áradó liberalizmust és erkölcstelenséget sajnos nem lehet megállítani az a határnál. Azt nem állítja meg semmiféle kerítés. Amíg régen a kommunizmusban jobban el voltunk zárva nyugattól, ott akkor nem csak a jó nem jöhetett be, hanem a rossz se jött be olyan könnyen. Most viszont árad, de fontos megállítani a családunk és a saját életünk, a szívünk határánál a rosszat. Ne engedjük be a szívünkbe a romboló hatásokat, amelyek nem most, 200 évvel ezelőtt elkezdték támadni az Isten, gondoljunk a francia forradalomra, aztán elkezdték támadni a nemzeteket, gondoljuk a kommunizmusra, világproletáriai, egyesüljetek, és most a liberalizmus egyenesen támadja a társadalomnak az alapsejtjét, a családot. Megkérdőjelezik, hogy az ember férfi vagy nő, és ebből jött az összes félresiklott eszme.
Mit hallottunk az efezusi levélből? Lelkileg eltompulva kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot művelnek. Ezt tették a Római Birodalom idején is, meg is bukott a birodalom. Nem akarom tovább folytatni, ha ez folytatódik, nem lesz jó vége. Hiszen nem csak isteni, hanem természettörvényből adódik az, hogy az ember férfi és nő. Hál' Istennek azért nálunk vannak szülők többségében, helyükön van az eszük, és a gyermeküket nem akarják átengedni, hogy mások neveljék és kényük kedvük szerint alakítsák. Testvéreim, ez a jövő záloga. A gyermekeink vagy megmaradnak normálisnak, és családban képzelik el az életüket, vagy elveszünk. Normálisan gondolkodnak anyaságról, apaságról, vagy mi is elsüllyedünk. Számunkra nem az a legfontosabb kérdés most a háborús időben, hogy az EU megengedi, hogy a férfiak szülhetnek. Amikor jegyesekkel beszélgetek, és megkérdezem tőlük, hány gyermeket szeretnének, és hogyha nincs konszenzus, hogyha mondjuk a mennyasszony azt mondja 2-t, a vőlegény 3-at, hát akkor úgy poénból szoktam nekik mondani, hát mondom, végül is most már meg van engedve, férfiak is szülhetnek az Európai Unióba. Hát persze ezen mosolyognak, hiszen ez agyament. Most a koronavírus árnyékában, amikor a háborús helyzetben az energia árak elszabadultak, amikor az aszály sújtja életünket, akkor újra vissza kell térnünk az eredeti állapotba, amit István király, amit Szent István megmutatott számunkra. Kérhetjük az ő közbenjárását, hogy legyen nekünk is a helyén az eszünk meg a szívünk, hogy ne feledkezzünk meg Isten parancsairól. A jólétben sajnos képes az ember, hogy megfeledkezik Istenről. De most, amikor megtapasztaljuk a bizonytalanságot, akár az elmúlt 2 évben, akár most a háborús időkben, még jobban kell kérnünk az ő segítségét, közbenjárását, hogy legyen béke és biztonság az életünkben. Testvéreim, Szent István jobbja volt az, aki meghozta számunkra a rendszerváltás szelét. 1988-ban halálának 950. évfordulóján, amikor végigjárta az összes magyar püspökséget, és emberek ezrei gyülekeztek a Szent Jobb körül, és hangzott szívünkből ez az ének, amit énekeltünk. Hol vagy István király, téged magyar kíván, gyászos öltözetben te előtted sírván. Vagyis igenis meg kell siratnunk a múltban elkövetett bűneinket, hibáinkat, jóvá kell tennünk őket, hogy kérhessük Isten áldását. És ő közben járt, és megáldotta egyházmegyéinket, megáldotta életünket. Aki látta közelről a Szent Jobbot, az látta azt, hogy így ökölbe van szorítva. Ez is kifejező. Szent István király erős kézzel vezette az ő népét. A mai magyar társadalomban is erős kézzel lehet vezetni. Öröm számunkra az, hogy az új alkotmányban olvashatjuk, büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.
Tehát mi 1000 éve Európa része vagyunk. Öröm számunkra, keresztények számára, hogy nemzetünk alkotmánya a kereszténység sziklájára, Krisztusra épül. Hogy Szent István királyunk hazánkat sziklára, Krisztusra építette, fiát Imre herceget pedig rábízza Szent Gellért püspökre, aki neveli a keresztény értékrend szerint. Szent István király a saját, de a családja életét is a keresztény értékrend szerint alakította. Ebben is lehet ő a példa. A mai szülők is fontos, hogy emberségre, tisztességre, elkölcsösségre neveljék a gyermekeiket. De testvéreim, ez nehezen megy hit nélkül. A hit az alap, amelyre lehet az erkölcsöt építeni. És ezért, testvéreim, fontos a gyermek nevelésében a következetesség, a szó és a tett összhangja. Ezért, testvéreim, azok a szülők, akik megkereszteltetik gyermekeiket, azoknak kötelességük utána a gyermeket keresztény módon nevelni, és ennek csak az egyik szelete az, hogy az iskolában, amikor megkérdezik a szülőktől, hogy hova szeretné iratni a gyermekét, etikára vagy hittanra, akkor hittanra iratja, hiszen ezt vállalta. Az a szülő, aki csak megkeresztelteti a gyermekét, de semmiféle jelét nem adja annak, hogy szeretné keresztény módon nevelni, ha a következő gyermekét szeretné megkereszteltetni, addig nem lehet megkeresztelni, amíg az előző gyermeke vagy gyermekei nem járnak például hittanra. Hogyan lehet hinni annak a szülőnek, aki az előző gyerekeinél nem tartja be az ígéretét, hogy a következőnél betartja? És ez csak az egyik szelete. Nagyon fontos az, testvéreim, hogy a családunkban is megszilárduljon a keresztény hit. A keresztény hit pedig nem csak imádságból, hanem cselekedetekből is áll. Hinni, és belőle fakadjanak jó cselekedetek. A szolgálatra és a tiszteletre való nevelés is fontos. Amilyen gyermekeket nevelünk, olyan felnőttekké válnak. Ahogy István gondoskodott Imre keresztény neveltetéséről, meg akarta alapozni, hogy jó uralkodója legyen a népnek, és tudjuk, mi történt, amikor már alkalmas lett volna arra, hogy átvegye édesapjától a királyságot, akkor meghal. Milyen nagy csapás lehetett ez Szent István számára. De itt is helyén van a szíve és az esze. Ha nem lenne hite, nem lett volna hite, akkor összeomlott volna, akkor hibáztatta volna Isten, akkor elfordulhatott volna Istentől és az egyháztól, és visszasüppedhetett volna ő és egész népe a pogányság fertőjébe, és most mi nem lennénk itt, hanem ott lennénk ugyanazokkal a népekkel, akik a múltban voltak, most meg nincsenek. Amikor érezte ő a halálát, akkor ő a legbiztonságosabb személyre, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására bízta a népét, és neki ajánlotta fel a koronáját. Ezért hívjuk mi magyarok Máriát magyarok nagyasszonyának. Még a múlt század elején Máriát Mária országának is hívták. Mára ez sajnos nem mondható. Kérjük az ő közbenjárását, hogy tekintsen le első szent királyunk felajánlására, és lélekben 1000 esztendő elteltével mi is ajánljuk fel önmagunkat, családunkat, népünket, nemzetünket az ő közbenjáró szeretetére, hogy sokáig lehessenek olyan vezetőink, akik nem homokra, nem sziklára építenek, és még további sok 1000 esztendőt megérjen ez a nép, ahogy nemzeti himnuszunk mondja, jó kedvben és bőségben. Amen. A Szent Mise zárásaként Pávkovics Gábor polgármester szegte meg a megszentelt nemzeti színű szallag alá kötött új kenyeret.
Kedves nézőink, ezzel véget ért ma esti műsorunk. Legközelebb jövő héten szerdán este 7 órától várom Önöket. Viszontlátásra!